Igen, ezt vágjuk ki. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó ismét egy Barangolás Európában rész lesz, mégpedig ma Észtországba fogunk elbarangolni ezzel a 4 könyvvel. Technikailag csak 2-vel, mert 2-t olvastam a 4-ből, de egy darab sorozatról beszélünk. Ez a sorozat pedig csak sorba kell tennem a könyveket, mert rosszul tettem őket. Ez a sorozat pedig nem más, mint a Melchior a patikárius sorozat Indrek Harglától. Ha jól mondom a nevét. Ennek 4 része van, mind a 4 részt a Metropolis Media kiadótól kaptam, amit nagyon szépen köszönök ezúton is. Na most én júniusban kiolvastam az első, illetve a második részét ennek a sorozatnak, tehát még hátra van a 3. és a 4. rész, de úgy gondoltam, hogy nem tudom, hogy ezeket mikor fogom tudni folytatni, és mivel nem összefüggőek nagyon a kötetek, ezért úgy gondoltam, hogy elég kettős ahhoz, hogy így beszéljek róla, aztán majd egyszer csak folytatom a 3., 4. résszel is, úgyhogy ezeket félre is teszem. A Melchior a patikárius sorozat egy, mit már mondtam, észt könyvsorozat, és Észtországban játszódik, Tallinnban, csak a 15. században, tehát az 1400-as években, annak is így. Hát ez az első 2 az elején, és ez ilyen, ez történelmi krimi. A főszereplőnk nyilvánvalóan Melchior a patikárius, és az első rész a Szent Olaf templom rejtélye, a második rész pedig a Kerekeskút utca liderce. Nyilván mivel krimi, ezért mind a 2-ben történik valamilyen gyilkosság, vagy gyilkosságok, és ezt próbálják földeríteni, ugye ahogy a középkorban azt lehet. Nyilvánvalóan nem volt ilyen, hogy új lenyomatszkennerre is meg ilyenek akkoriban. Ez ilyen szempontból érdekes volt, mint hogy én nem olvasok túl sok krimit azért, és főleg nem történelmi krimit. Tehát amit olvastam is krimi, az modern kori krimi. Na most itt viszont ugye a 15. században vagyunk, és hát Melchior, ő egy patikárius, viszont ő az, aki végül is meg tudja oldani ezeket a rejtélyeket, amik történnek a gyilkosságokkal kapcsolatban, mert neki, mint patikárius, azért ő tud dolgokat. Na, mondjuk így, hogy ő tud dolgokat, ért például a növényekhez, tehát például így a mérgekhez is, és hát ezzel ő így tudja segíteni a városi bíráknak a nyomozását. Ugye, mint mondtam, ezek nem annyira összefüggő történetek. Igazából az első és a második rész között Melchioron és néhány szereplőn kívül sok összefüggés nincs. Ebben is történik egy bűntény, ebben is történik egy bűntény, azoknak nincs egymáshoz köze, csak a főszereplő, a helyszín és néhány egyéb szereplő az, ami egyik kötetről a másikra benne van. Alapvetően nekem tetszettek ezek a könyvek, úgyhogy tényleg tervezem is folytatni a 3., 4. részt, csak a hónapban most 2-re volt egyelőre kapacitásom, mert annyira gyorsan én nem tudtam ezekkel haladni. Lehet azért, mert hogy történelmi regény, és akkor így nyilván voltak benne más dolgok, mint egy sima regényben, vagy kicsit nehezebben voltak számomra olvashatóak emiatt. Ettől függetlenül viszont nagyon jók voltak, ami nagyon tetszett benne, hogy a krimikben, amiket én eddig olvastam, legtöbbször az volt, hogy ugye végig így találgatunk, hogy vajon ki lehet a gyilkos, és akkor az utolsó 10 oldalon így megoldódik a rejtély, ráadásul úgy, hogy 3 mondattal le tudjuk, hogy ki, miért, hogy, hogyan, mikor és hol, és így wow, oké, tényleg ő volt a gyilkos. Na most, ami mondjuk az első részben kifejezetten tetszett, hogy elmagyarázták hosszadalmasabban, hogy mikor, hogy, miért, hogyan, és ki tette, amit tett. És most itt a hosszadalmas alatt azt hittem, hogy vagy 30 oldalon keresztül lépésről lépésre magyarázták, ami lehet valakinek nem jön be, nekem pont bejött emiatt, mert így rámutatott azokra a pontokra, ahol tényleg föl lehetett volna ismerni akár így folyamat közben is, hogy aha, szóval ő itt a rossz fiú, és így kicsit azért hitelesebbnek is éreztem a rejtély megoldását, mint hogy nem csak az volt, hogy így fogadd el, hogy ő ölte meg, mert ez és ez, hanem így szépen tényleg el lett magyarázva. Úgyhogy nekem ez tetszett. Na most én krimikönyveknél sose tudom megtippelni igazából, hogy ki volt a tettes, úgyhogy nem is próbálkozok általában vele, inkább haladok a könyvvel. Ami nagyon jó ezekben a könyvekben, hogy nagyon jó képet ad még arról, hogy egy ilyen 15. századbeli középkori város hogyan nézett ki, nagyon szépen leírja a 15. századi Tallint is, akkor ez így a Melchior a patikárius sorozat, és ez bizony egy nagyon jó ész történelmi krimi sorozat, úgyhogy olvassátok, hogyha szeretnétek kicsit más szerzőktől olvasni, mármint más nemzetiségű szerzőktől, vagy ha szeretitek a krimit, szerintem akkor is tetszeni fog, vagy ha szeretitek a történelmi regényeket, akkor is, úgyhogy tényleg nagyon jók, és észt. Úgyhogy Barangolás Európábanhoz még jobb. Azt hiszem, igen, a harmadik az nagyon vastag egyébként, a kicsit azért ijedtem meg tőle, hogy akkor most egy kicsit félrerakjuk. Na hát akkor most már Észtországban is jártunk, és hamarosan fog jönni még újabb európás barangolás, mert most sikerült felhalmozódniuk az ilyen könyveimnek, úgyhogy most tudom ezeket is gyártani, aminek én nagyon örülök. Remélem ti is. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!